Először egy kicsit a kultúra irányában vesszük a fordulatot. Vendégem a stúdióban Németh Kristóf, a játékszín igazgatója. Szeretettel köszöntelek. Szeretettel köszöntelek én is téged és a hatos csatorna minden kedves nézőjét. November óta új nagy feladat kezdődött az életedben. Hogy birkoztál meg ezzel? Hát köszönöm, köszönjük a kérdést. Itt a játékszínről van szó. Ugye a Nagykörúton, a pesti Grand Bulváron. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a körút három színháza közül mi lehetünk az egyik, a játékszín. Ugye az Oktogon és a Nyugati között, ezt gondolom, hogy nem nagyon kell külön hangsúlyoznom. A Terész Kuriti színházként magánszínházi formában működik az elmúlt év októberétől a játékszín. Ugye ennek hosszú története van. Igazság szerint onnét indult el, hogy a tavalyi előtti esztendő végén, tehát 2011. decemberében értesültünk, mi akkor a Budapesti Kamaraszínház művészei, illetve a játékszínben dolgozók is arról, hogy a minisztérium, ami a fenntartója volt ennek a két intézménynek és tulajdonosa is, az állami szerepvállalást csökkenti, pontosabban megszünteti ezen KFT-ben, ezen intézményekben. Ekkor úgy nézett ki, hogy két színház meg fog szűnni, vagy megszűnésre van ítélve. Itt a kerületben és egy kerülettel odébb. Ugye a Budapesti Kamaraszínháznak három játszóhelye, a Tivoli Színház a Nagymező utcában, a Súr meg az Ericsson stúdiók az Asbóth utcában, és szörnyű a mai napig, megmondom őszintén, elmenni arra felé, ami az otthonunk volt, és színházzal, színészekkel, művészemberekkel, komédiával, érzelmekkel teli terek voltak, és a mi otthonunk tulajdonképpen 15-20 esztendőn keresztül, mint a Kamaraszínház társulatának művészeinek. Hiszen én magam is a Színművészeti Egyetemi diplomázásom után, ahol Benedek Miklós tanár úr osztályában diplomáztam, utána egyből a Kamaraszínházhoz kerültem. És azóta egészen a tavalyi megszűnésig ennek a társulatnak voltam tagja. Tehát így indult az egész történet, létrejött egy művészeti tanács a Kamaraszínházban, a színház vagy a színházak tovább élésének érdekében, hogy dolgozzunk minél többet, kapcsolatrendszerünkkel, energiánkkal, lobby tevékenységünkkel, ötleteinkkel, keressünk meg mindenfajta fórumot arra, hogy ne szűnjön meg ez a színház, illetve a játékszín se lehetőség szerint, ahol én, mint vendégművész voltam érintve. A Herceg Ferenc Kék Róka című előadásában játszottam egy kitűnő szerepet Balázsovics Lajos direktor úr, akkori direktor és rendező úrnak a dirigálása mellett egy kitűnő csapatban. Tehát érintett voltam mind a két ügyben, és amikor kb. 10-11 hónapos vesszőfutás és ilyen bozót harc után eljutottunk oda, hogy egyértelművé vált, hogyha a fejünk tetejére állunk, akkor sem lesz már állami támogatottsága és támogatása, tehát forintális támogatása ezeknek a színházaknak, akkor egy új utat próbáltunk megnyitni, és föltérképeztük kollégáimmal, munkatársaimmal, egy szakembergárdával közösen, hogy volna-e esélye 2012-ben, ugye itt a tavalyi évről beszélek, Magyarországon, Budapesten, a Nagykörúton egy színházat magánszínházi formában üzemeltetni, tehát kizárólag a piacról, a jegybevételekből megélni, úgy, ahogyan ezt minden mondjuk tisztességes vállalkozás egyébként is teszi. És hát a világban erre számos példa van, hogyha csak a környező országokat tekintjük, mondjuk Csehországban 10-15 évvel ezelőtt elkezdődött, nagyrészt le is zajlott a színházi privatizáció, mint olyan. Tehát ott nagyon sok magánszínház működik sikeresen, nem csak Prágában, de ugye ott is. Ezek jó példák voltak előttünk, nem beszélve az angol száz vidékekről, de hát ugye nagy a recesszió, mondtuk, meg erre úgysem nagyon volt még példa. Hát a Karinti Színház talán az egyetlen, de ők is picit azért önkormányzati segítséggel működtek most már 30 éve. Innét is gratulálok Karinti Mártonnak, aki friss Kossuth Díjas, sok egyike, és ez mondom az első példánk ilyen magánszínházi vonatkozásban. Tehát, hogy ezt leszámítva nem nagyon volt erre példa, pláne nem a modernkori demokráciában, azóta még egyáltalán nem. És akkor mi vettünk egy nagy lendületet, mondhatnám azt, hogy mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy mi belevágunk. A gazdasági számítások azt mutatták, hogy egy kőkemény munkával, egy nagy investícióval, tehát azzal, hogyha a magán vagyonunkat beletesszük ebbe a cégbe, és elkezdjük működtetni, akkor van szansz arra, hogyha ügyesek vagyunk, hogyha a nézők bizalma, érdeklődése kitart, ha mi tudunk olyan programokat kínálni folyamatosan, ami piaci értelemben is érdekes lehet, ami minőségi, ami kulturális értelemben a legmagasabb színvonalat képviseli,
ami hol megríkat, hol elgondolkodtat, hol megkacagtatja az embereket, de nagyon magas művészi, minőségi színvonalon valósul meg, mind a rendezők, mind az egyéb alkotók, és legfőképpen a színészek jó voltából, ha egy jó műsortervet tudunk csinálni, ha sikerül egy fantasztikus szakembergárdát magunk mellé tenni, tehát egy új társulatot ismét fölépíteni, akkor lehet szansz arra, hogy egyszer ez a vállalkozás meg tud állni a maga lábán, úgyhogy már ne kelljen a saját magánvagyonunkból ezt továbbiakban is finanszírozni vagy támogatni. Eltelt fél év. Vevők a nézők az új színházra? Hát ez egy régi új színház a tekintetben, de hagyjuk is ezt az egész új színház analógiát szerintem most. Tehát ez egy olyan új játékszín, egy magánszínház, ami a repertoáriából mindazt, amit meg tudott menekíteni, amit tovább tudott vinni, azt tovább vittük. Tehát azok közül, az előadások közül, amik itt a játékszínben futottak, sikerrel futottak, szerencsére többet tudunk játszani ebben az évadban, és legyen ez a jutalomjáték, az acélmagnóliák, az utolsó hőszerelmes, vagy éppen az elmúlt évad bemutatói közül még egy-egy. Nagyon sok van, amit nem tudtunk felújítani, vagy úgy gondoltuk, hogy nem visszük tovább, mert megérett már bizonyos értelemben a repertoár a cserére. Elkezdtük kiállítani a saját produkcióinkat. A Hölgyfecsegés nyomoz című krimi komédia volt az első igazi, saját, önálló bemutatónk. Három Kossuth Díjas nagy találkozása, Szilágyi Tibor, aki rendezte, Gálvölgyi János és Vári Éva, akik egymás partnerei ebben az előadásban, és hozzá kell tegyem, hogy ők nem csak színpadon nem játszottak még együtt, hanem a mi olvasópróbánkon találkoztak az életben először személyesen. És hát ebből egy fantasztikus páros, egy fantasztikus művészi páros, és szerintem egy baráti páros jött létre, Csonka András harmadik főszereplő az előadásnak, és az összes többi, aki ugye prózai szerepben most nálunk mutatkozik meg esztendők után újra, és a jövő évadban is nagyon számítunk rá is, és mindazokra, akiket a társulatunk tagjának tekintünk, és akik úgy tekintenek minket, hogy hozzánk tartoznak. Tehát röviden válaszolva a kérdésre, sikerült fölépítenünk a gyermekprogramokkal, azokkal a hangszerbemutatókkal, crossover koncertekkel, a színházi előadásokkal, az új bemutatókkal egy olyan repertoárt, amire hála Istennek nagyon nagy bizalommal szavaz igent a közönség, úgyhogy mi tényleg pótszékes teltházak előtt játszunk. Azok az újfajta kezdeményezések, mint Vámos Miklóssal, például a Kész regény című est folyam, ahol fölelevenítette azokat a színházi beszélgetéseket Vámos Miklós, amelyeket egykoron egy másik színházban kezdett el. Ez most nálunk és csak nálunk látható a játékszínben. És azt látjuk, hogy minden ilyen új program is kezdi megtalálni a saját maga közönségét. Úgyhogy e tekintetben nincsen hiba, és nagyon büszkék vagyunk mindazokra a kollégákra, akik szintén bizalmat szavazva mellénk álltak, vagy mellettünk maradtak. Ebbe kapaszkodjunk is bele. Kik azok a kollégák, akik mellétek álltak, és most ott vannak a ti társulatotokban? Hát nehéz lenne felsorolni mindenkit, mert itt azért egy fél száz emberről van szó. Hát nézd, én ugyanolyan büszke vagyok Várnagy Lacira, aki a szervezésünknek a vezetője, és egy fantasztikus motorja ennek a színháznak, mint Krisztavics Sándorra, aki állami kitüntetésekkel elismert, és most friss magyar teátrumi díjas színpadmesterünk, és a háttérgépezetnek megint csak az egyik fő motorja. Sanyira is, Döncire, a díszítőinkre, akik nélkül itt nem lenne minden áldott este precíz, fantasztikusan összerakott díszlet. Gálvölgyi Jánosra, Vári Évára, Szilágyi Tiborra, akik Hernádi Juditra, Szulák Andrára, akik itt már régóta játszottak, vagy Erdélyi Tímeára, Horváth Lilire, akik ugye friss Jászai Díjas Horváth Lili, akik a Kamaraszínház társulatából, vagy máshonnan csatlakoztak hozzánk, Szirtes Tamás tanár úrra, a Madách Színház igazgatójára, aki nálunk rendezett, rendezni fog, és egy őrületesen nagy erkölcsi és szakmai támogatónk, meg baráti, emberi támogatója ennek az ügynek. Nagyon sokak, szerintem nagyon minőségi emberek, akik azt mondták, hogy ennek az egésznek, amiben belevágtunk, ennek nagyon nagy bizalmat szavaznak, és nagyon hisznek ebben. Őrült, szokták mondani, őrült beszéd, de van benne rendszer, tehát, hogy egy őrült vállalkozásnak tűnik ma Magyarországon kulturális vállalkozásba beletennie valakinek, pláne valakiknek, itt négy üzlettársnak a minden pénzét, minden vagyonát.
De azt mondták, hogy sokak, mondom, hogy egy ilyen bátor húzás mellé csak igen szavazhatnak. Vámos Miklóst ugyanígy mondhatnám. És mondom, Hajdu Stívet, Galusz Nikit, vagy hát ki ne hagyjak bárkit ebből a fantasztikus névsorból, biztos, hogy kihagytam ezért előre is elnézést, vagy mindazokra, akik az új bemutatóinkban majd jönnek a játékszínbe. Hát nem sokára bemutatjuk a Süsű a sárkányt, ami csak nálunk lesz ismételten. Egyébként igyekszünk jellemzően olyan exkluzív szerződéseket kötni, hogy amit játszunk, az csak nálunk lehessen megnézni. Süsű a sárkányt a régi bábokkal fogjátok, vagy teljesen megújul? Süsű a sárkányt effektív új bábokkal, tehát újra készülnek a bábuk, de az eredeti régi tervek alapján. Tehát azokat a jogokat sikerült szintén a jogtulajdonosoktól megvásárolni. Tehát aki ezt látni fogja, 21. századi minőségben, de úgy pontosan ugyanazt fogja látni, ami gyerekkorunktól gyakorlatilag kódolva van szerintem minden magyar emberben, nem csak a mi generációnkban, idősebbekben, fiatalokban, mostani gyerekekben épp ugyanannyira. Ez azért lesz jó, nem? Mert a szülőt is be fogja ültetni, és a gyereket Bergendi is. Bergendi Istvánnak az egész fantasztikus zenéje, Csukás Istvánnak a tüneményes meséje és szövege. Tehát minden autentikus lesz ebben az előadásban, és egy pompázatosan szép díszletben valósul majd meg nagyszerű elmezek között az előadás. Azt kell mondjam, hogy mi abban hiszünk, az olyan színházban, valószínűleg amilyet mi láttunk gyerekkorunkban. Tehát visszajönnek azok a gyerekkori emlékek, amikor még bementünk egy színházba, és a díszlet az olyan volt, mint egy díszlet. Amikor egy mesejáték az elvarázsolta az embert látványban is, hangzásban is, minőségben is, szépségben is, lélekben is, gondolatokban is. Amikor egy-egy prózai előadás, amellett, hogy halálosan professzionálisan zajlik le, és nem mondom, nagyon sokat nevetünk benne, gondolok itt az Acélmagnóliákra, és ott is mondjuk Zsuzs Kati alakítására különösképpen, amikor bizony az előadás adott pontjain az egész nézőtér szipog és a zsebkendőivel törölgeti a szemét, mert annyira meghatódik. Tehát valami ilyenfajta igazi közösségi élményt szerettünk volna visszahozni. Egy olyan ékszerdobozban itt a Nagykörúton, hogy megint célozzak a műsorotok címére is, ami valóban egy különleges kincs. Hadd mondjak erre valamit, ugye pont 100 éves volt a játékszín azon a napon, a maga az épület, amikor mi újra nyitottuk magánszínházi formában. Tehát 2012. október 30-án nyitottuk meg, és 1912. október 30-án Ferenci Kabaré néven indult el a tevékenysége ennek a játszóhelynek, ennek a művészeti bázisnak. Akkor is magánszínház volt. Most közben eltelt 100 év, amiben aztán minden volt. Hát ugye szokták mondani a 20. század, hogy egy büntető század, mert annyi rossz is történt. És ha megnézzük ennek a színháznak a történelmét, zárójelbe teszem hozzá, hogy az Országos Színháztudományi Intézettel közösen ősszel csinálunk egy kiállítást a játékszín 100 évéről, tehát a játékszín galéria, amit szintén újításként nyitottunk meg folyamatosan nálunk, képzőművészeti kiállítások is megtekinthetők egész nap is, a jegyvásárlók is láthatják, a hozzánk ellátogató nézők is. Most épp egy egészen kiváló fiatal festőművésznőnek a képei vannak kint, előtte fotókiállítás volt, aztán Roma Kossuth Díjas festőművészek a képei jönnek majd a galériába, ősszel pedig a 100 év történelme lesz megtekinthető és átélhető. Szóval, ha megnézzük azt, hogy mi minden történt itt, akkor 100 év története, történelme, és fantasztikus színházi alkotóinak a verejtéke, a lehellete lengi be ezt az épületet. És amikor gondolkodtunk azon, hogy a széksorokban van némelyik, ami javításra szorul, vagy talán szebbé, pofásabbá lehetne tenni, hogyha persze lenne erre most financiális lehetőségünk, de hát a tervek között szerepelt, akkor pont azt mondta valaki egy nagyöregi a mi színházi szakmánknak, hogy eszünkbe ne jusson kicserélni itt a nézőtéren lévő üléseket. Újítsuk föl, szépítsük, ne lógjon ki belőle szög, de eszünkbe ne jusson bármit kidobni innét, mert akkor a 100 év történelem részleteit dobnánk ki. És ez olyan fontos tanács volt. Ugyanígy gondolom arra, hogyha megnézzük, ne menjünk vissza a múlt századba, de hogyha megnézzük
csak a állami színházi korszakának a működését. Tehát a Kamara Varieté, amikor volt Berényi Gábor fantasztikus időszaka, az ő igazgatása alatt időszak. Aztán, amikor Görgei Gábor és Balázs Vis Lajos nyerték meg ezt a pályázatot, Görgei aztán eltűnt ebből a párosból, és Balázsovics új igazgatott 20 éven keresztül. Ezeknek az időszakoknak is az eredményei, a büszkeségei, azok itt vannak benne, azok itt maradnak belül. Tehát fizikailag is adott esetben fényképek, plakátok, nem tudom, egy díszletelemek formájában, vagy egy kellékben, de lélektanilag mindenféleképpen itt maradnak, és nekünk úgy kell megújítani bármit is, hogy közben megőrizzük ezeket a dolgokat, tehát megőrizve megújítani mondhatnám. Úgy gondolom, hogy ebben nem lesz hiba, hisz egy direktor, ha itt tud beszélni a színházáról ekkora szeretettel és ekkora átéléssel, ott probléma nem lehet. Reméljük, hogyha hogy nem lesz. Magadat kell nézned, mint Németh Kristóf, mint igazgató, mi a legnagyobb kihívás ebben az egészben? Hát most pénzt szerezni, tehát akármilyen. Nem, hát ez egy komplex feladat. Tehát nyilvánvalóan én most másodszor vagyok vezetői székben az életemben. Nagyon fiatalon lettem először vezető, 27 éves voltam, amikor én Gödöllőn a Művészetek Házának, mai Művészetek Házának ügyvezető igazgatója lehettem. Csak nem 6 évig dolgoztam. Egy ennél nagyobb intézményben, egy jóval nagyobb költségvetéssel dolgozva, és jóval több embert felügyelve, irányítva. Tehát azt kell mondjam, hogy ebben az a speciális, hogy itt egy igazi színházról van szó, és nekünk azokat tehát a budapesti magyarországi sajátosságok mellett azokat a külföldi példákat is integrálnunk kell, ahol már jóval előttünk vannak magánszínházi működésben. Tehát elsősorban tanulni, ez az első legnagyobb kihívás, tanulni és up-to-date-nek lenni, fölkészültnek, napra késznek lenni, up-to-date-nek lenni. A nemzetközi fronton, a hazai fronton egyaránt. A másik olyan ötletekkel előrukkolni, amiket mások még nem találtak ki. Vagy ha kitaláltak, elfelejtették, vagy hogyha nem felejtették el, nem valósították meg. Tehát kitalálni és megvalósítani az ötleteinket. Erre mondta megint csak egy másik barátunk, aki nagy támogatója, mondom, az ügyeinknek, hogy ha már semmi ötleted nincsen egy este, Kristóf, akkor menjél egy másik színházba, és nézd meg, mit csinálnak ők rosszul. És ebben semmi gonoszkodás nincsen, ez tényleg így van. Nagyon fontos az, hogy mi mindenkit partnernek tekintünk, a konkurenciánkat is partnernek tekintjük, és nagyon örülök annak, hogy ebben nagyon hasonlatosan gondolkodik, akár amit mondtam neked, Karinti Márton, akár Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója, akár Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója. Olyan jó, hogy a környezetünkben vannak olyan európerek, olyan művész emberek, akik pontosan átlátják azt, hogy itt szinergia hatások működhetnek ebben a pici szakmában, hogyha összedolgozunk. Hogyha megpróbálunk egymás ellen dolgozni, akkor annak csak vesztesei lehetnek, mindkét oldalon vesztesei. Ezt is nagyon fontos megtanulni és működtetni. És természetesen olyan műsortervet kitenni, és folyamatosan jelen lenni minden fontos fórumon, hogy tudjanak rólunk, olyan műsortervet kitenni, ami izgalmas, és akkor a lényeget mondanám, olyan produkciókat csinálni minden áldott este, és minden egyes munkatársunknak, olyan fölkészülten és kedvesen szolgálni és kiszolgálni a kedves nézőket, hogy ők olyan élménnyel menjenek el tőlünk, hogy vissza akarjanak jönni, akár ugyanarra még egyszer, meg akarják nézni a többi előadásunkat is, és vigyék a baráti körükben a mi jó hírünket. Abban hiszünk, hogy nincsen jobb reklám, mint a szájhagyomány. Ez mindenhol így van, de aztán itt a nagy körúton meg különösen. Úgy gondolom, hogy ez nagyon szép zárszó volt. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy többször találkozunk itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, és mindenkit várunk az előadásainkra. Most április végétől a Süsű, amit mondtam, májusban pedig egy új zenés bemutatóval jövünk. Erről majd szerintem akkor május elején beszélgetünk újra. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Nézőinknek ajánlom, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk adásunkat.